Szerintem a stream ebben az áldatlan helyzetben még mindig jobb, vagy mindig a létező legjobb kitaláció ahhoz, hogy a színház eljusson az emberekhez. Alig várom, hogy bemenjen. Remélem majd utólag valahogy bele tudok nézni, hogy meg tudom nézni, mert érdekel, hogy képület, hogy dolgozzák föl. A Zsandár történetesen nem az az előadás, ami nagyon építene a nézőt prompt azonnali és harsány reakcióira, szóval a mi helyzetünk nagyon nem lesz különösebben megnehezítve, gondolom. Talán inkább a Blankáért is sokat kommunikál a közönséggel, amely ezután nem fog létezni. Nagyon jó a társaság, és nagyon, nagyon fárasztó, és egyben izgalmas az a dolog, hogy benn vagyunk végig a színpadon. Valahogy kialakult egy saját életük ebben a kelepcében, amit Zsandárnak hívnak. A leglényegesebb dolog az, hogy van egy fiatal, ártatlan ember, aki neki megy a falnak, és nem törődik a veszélyekkel, és kiáll az igazáért. Ezekben a hónapokban, amiket most élünk, szinte kínos kimondani, hogy ez milyen párhuzam, hogy milyen párhuzamért üdvölt ez a dolog. Ha itt a streamet néznék, akkor elég valószínű, hogy innen néznék. Ide ülnék a kanapémra, és valahogy azt a streamet odavarázsolnám arra a tévére, ami ott van szemben. Úgy képzelném, mintha színházi közvetítést néznék a 80-as években.